Sziasztok, én Márta Vence Velita vagyok, ez pedig a Nem Futball Kácsó Podcast. Nagy szeretettel köszöntöm Dajka Bazsit a 24.hu újságíróját. Szia Basi! Szia Benni, és üdvözlöm a hallgatókat én is. Köszönöm! Közben nem tudom, hogy mi a van. szomszédban dolgozókat is üdvözöljük. Igen, itt valahogy a szomszédban ilyen samukalapáccsal bontják szerintem az épületet, vagy nem tudom. Előre is elnézést, miket jobban zavar, mert nekünk még itt melegünk is van közben. Na, de már a következő bajnoki szezont fogjuk felvezetni, és hát nem tudok, mivesebb belső kérdést kitalálni, mint azt, hogy most a jelenlegi tudásunkkal ki lesz a bajnok. A fogadóirodák eléggé az Inter felé hajlanak. De te és nem? Talán növék a leg, legkompaktabb keret, meg a legkevesebb kérdőjel inkább úgy mondom, mert szerintem így a kereteket, meg a nyári mozgásokat elnézve vannak nekik rendes kihívóik, de az a kérdés, hogy ki nél áll össze ez egy olyan csapattá, amivel mondjuk ezt az Intert meg lehet fogni. Úgyhogy ö, nyilván Milán szurkolok, nem tudom jó szájízzel azt mondani, hogy az Inter nyeri a bajnokságot. Az ócokat látva őket tartják favoritnak, úgyhogy meglátjuk, hogy ö, hogy azokat a kérdőjeleket... Menjünk most bele az Interbe, vagy egy eleme? fogunk menni, csak azért akartam így közbekérdezni inkább, mert azt látja az ember, hogy hát oké, okay, valójában igazolt az Inter, jött egy fratézi, egy türám és egy zommer, de közben azért a, a távozóknak a, a, a névsorra azt szerintem jóval veretes. quadrado miért hajtott ki? Ne forgassam a kést. De nem, a forgass, most nem is az. Na jó, mindjárt beszélünk majd Quadradorról is, de először is az érdekelne, én is egyébként azt gondolom, hogy az Inter a legjobb csapat, de ha megnézed azt, hogy elment ennek a, az elmúlt években azért elég komoly sikereket elérő bajnoki címet szerző, egy másikat épp hogy elbukó, kupagyőzelmeket győzelmeket szerző, béldöntőt játszó Internek a gerince, hogyha így végnézed, hogy Handanovic, Skriniár, Brozovic. Én ide veszem, Jekko. most ide veszem Jekot is, meg Lukákot is ide vehetjük. Tehát ez a gerinc, ez, ez távozott, és ez azért akár, hogy nézik, fajsúlyosabbnak tűnik, mint az érkezőké. Igen, és, és főleg a, a Brozovic onnan a kettő. És bár ugye te Handanovicsot mondtad, de, de hát mindenki el volt álljúva a tavasszal az Intertől, hogy mennyire jó labda kihazatalokkal operáltak, és hogy mennyire sokat számított egy olyan kapus, aki, aki hátulról gyakorlatilag irányított. Annak minden előnyével és hátányával, de, de igen, én is nagyon kíváncsi vagyok erre, bár egyébként engem amennyit láttam belőle, szerintem tőle, lehet, hogy többet láttam a válogatottba a mint a szólóba De abszolút érzem benne azt a potenciált, meg neki is megvan ez a karakterisztikája, hogy szeret box-to-box -box játszani, mélyen visszalépni, Valszászolva volt ilyen szezonja, hogy több kapurölevés volt a 16 belül, mint a csatároknak. Tehát de, szerintem ezt a részét meg fogja oldani. De igen, azért mondhatod a jacko akit szerintem az, a tavalyi menetelésben senki nem tenne az Inter drukkerek közül a top 3-ba vagy 5-be, de, de mégis fontos góljai voltak, és mégis egy olyan klasszikus középcsatár, aki, nyilván ha az előbb mondtam, hogy hány Inter drukker nem tenni őt, viszont 10-ből 10 raknál őt korrel helyett bármikor. Illetve... Ó, biztosan. Hát meg egy 3-5-2-t azt nem tudsz egy 9-es center nélkül elképzelni, és egyelőre azt így nem annyira látod, hogy, hogy ott mi lesz, hallod a neveket jobbra-balra, de közben meg azért az internél is folyik ez a hadigazdálkodás, ami most már hosszú évek óta van. Látszik, hogy el kell adni valakit ahhoz, hogy nagy, nagy nevet lehessen venni, vagy ilyen ügyesen kell mozogni, mint ahogy már ott általában csinálja. És de... szerinted kit fognak behúzni oda, lehet hallani, hogy Balogünt, hogy de az Árzon elhajtotta őket, itt a Egyébként milyen vicces, pont azt néztem, hogy gyakorlatilag az egész olasz merkátó arról szólt. Nyilván én Milán szemüvegen keresztül néztem, de gyakorlatilag majdnem minden játékos, aki vagy kikötött olasz csapatba, vagy felmerült, azt mindegyiket összehozták a Milánnal. Gondolok itt például ugye erre a Balogunt is még valamikor június elején mondták, hogy milyen jó lenne a zsúrium mellé, mögé, aztán utána leigazolt ugye Türelmot az Inter, leigazolt a Frattézit, mind a kettő még az átigazolási szezon elején még, még kopogtatott valamennyire Milánnál. Nyilván ilyenkor ezt el kell osztani azért tízzel, amit az olasz újságok írnak, főleg, hogy ah, éppen tízzel. Milánóba, Milánóba, Torinóba, vagy éppen melyik régióban írják. És, és ugye volt itt Beltrán, aki végül a Fiorentinában kötött ki, aztán a Lációban Isakszen mm. és Kamada, ők is már papíron már milán játékosok voltak, tehát nagyon vicces, hogy alakult ez az egész kukázás itt a nyáron minden csapat <laughs> ez szempontjából. Ku kuká kukázás? Hát most ha megnézed azért, hogy milyen lehetőségei vannak az olasz csapatnak, és hát Igen. látjuk, hogy hogy majdnem mindenki kényszerpályán mozog, és és azért arra is gondoljunk vissza, hogy június közepén ez egy jelentős anyázás volt a milán drukkerek részéről, amikor kiderült, hogy hogy akkor Mádini lapát, Masszara lapát, és mindenki azt gondolta, hogy ez az amerikai csávó most akkor így beint, hogy itt oldjátok meg okosba, kicsibe tutiba. Ahhoz képest elég, elég, vastagon fogott most egy és még ugye talán nem is, nincs is vége a Mercatónak, mert azért csak kéne egy zsirupótlék, de majd erre is biztos visszatérünk. Jaj, mert Úgy, épp mondani akartam, hogy én nagyon szép varga betűvel, de azért ráfordultál a millára erősen. Még maradjunk az internél egy kicsit. Um, miért? Miért ők? miért, ők? a bajnok esélyesek szerinted? ha egyetértünk abba, hogy ez azért nem feltétlenül erősebb ez a csapat a sőt. Talán még a távozókat megnézve, és úgy náluk van a legtöbb olyan, olyan egyéniség, olyan húzó ember, akik, akik, el tudják dönteni ezt a meccset, illetve a kikerülőket, akik talán a leg, leginkább ö, meg tudják oldani, hogy ne legyen akkora érvágás, hogy ilyen szép magyar barokkos körmondattal mm. fogalmazzak. Hát azért Lautaro csak ott marad, Barella szerintem Frattézivel jól fog működni. Az jól fog? Mert hogy ugye mind a ketten egy... Szóval... Az a te nem, jól emlékszem, hogy nyár elén te gyakorlatilag eladtad Barellát? Hogy azt mondtad, hogy, hogy azt érzed, hogy az Inter el fogja őt engedni? E, igen, mert azt gondoltam, hogy belőle fognak úgy pénzt csinálni, hogy a Milán tonáliból. igen, igen én azért nekem volt, volt egy ilyen érzésem. Ráadásul olvastam valamilyen, nem valamilyen hebehúrja oldalon, hanem valamilyen mértékadó forrás írta, hogy a Chelsea köré építené a középpályáját, és akkor ezt én úgy valamiért így olybá vettem, hogy így lesz. De okosan csinált, ez ilyen marottás dolog volt, ahogy csinálták ezt az egészet. De visszatérve a kérdésre, ugye ezt minden, kérde, minden vendégem minden megkérdezem, hogy hogy fog kinézni az Inter középpályája, mert ugye Fratézinek és Barajának látványosan ugyanaz a posztja. Melyik, melyiket mozgatják ki a komfortzónájából? Szerintem, szerintem Frattézi-re jobban illik a, a profil. Arra, az a Brozovic, akit az elmúlt években láttunk, aki mélyen visszalép, és aztán ezekkel a mélységi progresszív passzokkal próbálja felépíteni. Hát és akkor Csánoglu, mert inkább ő lesz az talán, aki a Brozovic posztot csinálja. Az a kérdés, hogy, hogy szerintem a két nyolcas lesz Barella, és egymást. Hogy, hogy melyikük lesz a jobb oldali nyolcas, ami a posztja. És ugye nyáron láttuk a vágatotban, hogy Mancini se tudja, hogy, hogy melyik. Azt pont lesz. a valami ilyesmi címel adta el a, a Gazetta most az interes szezon felvezetőt, hogy hogy a bőség vagy nem, nem teljesen így hangzott, de nagyjából így lehetett hogy Inzági nagy döntéseket kell hozni, és ugye emlékezhetünk azért arra, hogy amit te is mondtál, bajnoki címet elbukó évében, azért voltak olyan meccsei inzáinak, amikor nem, nem, feltétlenül úgy döntött, mint ahogy sokan szerették volna, és ahogy, ahogy később az idő igazolta, úgyhogy nyilván egy ilyen szezon után, amikor kupát nyertek és bélyelt ö, döntőt játszottak, akkor ö, kevesen fogják ezt neki előhozni. Szerintem sokan elő fogják hozni, mert független attól, hogy jó, az olasz kupa, olasz kupa azért ki kell csapni egy intert, vagy egy uv menet közben, az azért egy, nagy dolog. A BL az azt sokan fogják neki mondani még mindig, hogy, hogy sorsolás, sorsolás, amivel egyébként nem feltétlenül értek egyet, de azért ez a bajnoki szezon, ez nem volt egy... hát igazából nekik az volt, az volt a fájó pont, ahogy néztem, hogy az utó, akkor ért véget a bajnokság, amikor elkezdett az Inter egy iszonyú nagy lendülettel jönni, hogy sorra nyerte a meccseket, de hát közben volt egy olyan február-március, ahol meg estek keltek. Igen. Úgyhogy hát nem voltak ki egy súlyozottak, és hát igazából a Nápolynak azért lett az ilyen sima tavaly, mert, mert gyakorlatilag mögötte egymást gyilkolták egyik sem túl meggyőzően. Nyilván kiemelkedett a Nápoly, tehát ezt ne vegyük el tőle, hogy masszívan no, kiemelkedett, de nem volt egy olyan kihívója illetve húzamosabb ideig, a Milán ugye kb. októberig volt verseny, vagy novemberig, és utána, aki mindig felért a Nápoly mögé, hogy már el lehessen hinni, hogy legyen lesz verseny, utána az mindig elkezdett bugdácsolni. Vagy éppen a Juvét kinyírták a pontlevonással, mm -hmm, és még igen. folytathatjuk. Vagy a, a Nápoly nyírta ki, mert ugye volt egy öt egy is azért, ott, amikor, pont amikor a Juve de feljött mögé. De hát igen, szóval miért, miért, az Inter? Mert elnézve, én nem, tehát azt semmiképpen nem mondanám, hogy az Inter erősödött. Ja, lesz még igazolás, szerintem. Visszakérdezte, hogy ki az. E, szerintem egy ilyen márottás dolog lesz, hogy Árnautovics. Valami ilyen kilencest beszippantanak. Aki egyébként rohadt jó, szerintem. Szériá szinten teljesen. Hát teljesen egyrészt, egy tíz egy, gólt simán hoz. Hát bármékor. egyrészt, másrészt meg úgy jéko se gondoltad hogy sőt, nem csak J. Kóra, Ácsérbire se gondoltad, hogy a kezdőbe jön, J. se gondoltad, Mikitárjára se gondoltad, és ezek a csávók 40 meccs fölött játszottak, majdnem mindegyikük. Úgyhogy... Bocsánat, Na, de akkor te lehet, te hogy ezért te... is, mert hogy ezek az arcok is működtek ebbe az interve, valamiért pedig. Pedig nem tudom, szerintem Inzágit még két három évvel nem tartották akkora edzőnek, és, és aztán elkezdte, elkezdett működni ez a, ez a csapat a keze alatt, többé-kevésbé. Most szerintem. Én, én egyébként, ha engem kérdeznél az otszok alapján, én az interi a legjobb keret, de én azt mondom, hogy a Nápoly ugyanúgy megnyerheti Vígan ezt, mert nekik szerintem... Oh. Jó, a legjobb kérdője Rudi Gárcia, hát, ugye? Vagy, de. de hogy miért az Inter, szerintem azért, mert, mert tényleg, a, ha azt veszük, hogy a, a középpályán, szerintem ők a legacélosabbak. A... Más kérdés, hogy hogy rakod össze, és megtalálod e azt a kulcsot, időben megtalálod e hogy ez a három vagy négy figura hogy fog együtt mozogni. De szerintem ott azon a részen ők a, a legizmosabbak. Az Omer, onnan a Handanovic cserével nem biztos, hogy nyertek, de hátul megvannak. Elől meg hát csak, ahogy te is mondtad, azért maradta annál nagyobb, nagyobb ö, ö, dörzsöltebb figura, hogy ne hagyja, hogy ez az egész így maradjon, mert azért nem túl szerencsés úgy nekivágni a bajnokságnak, hogy van egy, egy korrád, egy, egy lautárod, és ki a harmadik csatárok van, még talán egy a egy, e, Türám ugye, akiről hát nem nagyon tudjuk eldönteni eddig yeah, yeah. A, az efektivitási szezon alapján, hogy mit is tud, mert, mert sokat nem mutatott, de mondjuk fizikailag erős, gyorsnak gyors, tehát egy ilyen Lukaku profilt el tudhat játszani, még ha nem is... Azért Lukaku szerint sokkal kellemetlenebb a védőknek a, azzal, azzal a felépítése, azzal a testalkata. Hát egy jó Lukaku. Valószínűleg ö, első érintésben és, és ö, gyorsaságban talán a, a Turán felé hajlik a verseny, de ő nem ismeri ezt a bajnokságot, még Luke közé már belakta ezt rendesen, ezt a szériát. Ez is egy kérdés, hogy, hogy maga az, hogy, hogy mennyire ismerik a bajnokságot, mennyi idő kell ezeknek a játékosoknak ahhoz, hogy, hogy felvegyék a versenyt, de ha így nézünk, én azt gondolom, hogy a Milán azért nagyon jól mozgott ezen a piacon, én abszolút adom azt, hogy, hogy így lehetett, Ugye ez ilyen Billy Bean pénzcsinálós meg hogy eladsz egy nagyot, és abból veszel sok kicsit, és több problémát próbálsz egyszerre kezelni. Viszont ott meg ugye ez a kérdés, nekem legalábbis elsősorban, hogy, hogy nem túl sok-e az új arc, mert azt nézem, akkor a, a, védelmet leszámítva kb. kicserélődött a csapat fele. De abszolút, abszolút új. De ha hátul nézzük, akkor az, az, fontos volt, hogy menjem mögé, mellé lett egy, egy normális, egy, egy ami mondjam, használhatóbbnak tűnő cserekapus ugye sporti személyében. Ami... Nem, nem, bírtad a románt? Én bírtam egyébként, de azért nyugodtabb lesz. Bár mondjuk láthattuk, a, a, talán a Real ellen volt az ordas nagy potya, amit benyelt, amikor a Kicsit meg is pattan, de letérdel, mindegy, hát felkészülési mert ezt te mondtad, hogy nem nézed, úgyhogy nem, jegye, nem, jegyzik sehol igazából. A hátvédsor, ugye a szokásos lemez most is felett rakva, hogy lesz-e helyettese Teónak, így, hogy Balotúré lehetett tudni, hogy nem kell a Milánnak. Most egyébként már is ingadozik ott a Werder bremen fúle még mindenhol, talán, talán elvegy végre. És ugye Calafiorit mondták, fogalmam sincs, hogy a jó ETO mellé, talán az, az évi 5 meccse, igen. A nagy kérdés az, hogy volt egy bajnoki év, amikor mindenki rácsodálkozott Kalulura, és mindenki rácsodálkozott Tomorira. Na, ők tavaly aztán egyáltalán nem hozták ezt a megbízható formát, és szerintem itt lesz a Milánnak az egyik kulcsa, hogy, hogy a védelem az látszik, hogy ki erre azért már nem szab. Akkor a szerepet uh, talán az öltözőben igen, de a pályán nem Pioli. Ugye volt szó jobb oldali védőről is, hogy esetleg kéne, de ott igazából Florenci el tud játszani, Calabria el tud játszani, sőt, Szállemák ezt is átnevelte Pioli a, az erényeit, mondjuk úgy az erényeit kiaknázva. És a nagy kérdés megint a középpálya, ahonnan ugye elment Tonáli, nem láttam be valami meccseket, csak összefoglalott, úgyhogy nyilván nem tudok nagy okosságokat ilyen szempontból, de reinders nagyon jó kritikákat olvastam, és ő tűnt a legmeggyőzőbbnek minden elemzés szerint. És Krunicsból, aki viccesen eljátszotta, ezt most el, ezzel volt alá itt mindenféle más oldal, hogy megy a Fenerbe, aztán kérdeződ, hogy az egész csak egy hack volt az ügynök részéről, hogy így akarták a fizetését felsúfolni, aztán vagy így volt, vagy nem. Mindenesetre belőle akar regisztrát csinálni, Pioli, ami... De vajon lesz regiszta? Hogy fog felállni ez a Milán? Először is, mert nekem ez is egy nagy kérdés. Nekem uh, Pulisic leigazolása azt mondja, hogy ez egy 4-2-3-1 lesz. De közben mindenki 4-3-3-at mondogatja. És a 4-3-3-at mondogatják, csak akkor meg az, az hogy fog kinézni ott középen? És hogy uh, fontos kérdés, nekem legalábbis, mert nagyon-nagyon kedvelem benne szert, hogy neki hol lesz a helye. Hát az majd 2024-es kérdés lesz ilyen, ilyen ne, állapotban, ne, mert október környékén. De utána meg elmegy Afrika kupázni, úgyhogy szerintem ő nem, de nagyon lényleg. fog, nem nagyon fog január előtt vagy az új év előtt játszani. Én most magam előtt úgy látom, hogy ha ez lesz, amit Pioli mondogat, és az olasz lapok találgatnak, akkor, akkor a védelem előtt játszik majd Krunic, és akkor a Loftus csík Reinders páros nyarga fölle a 2016 os között, és akkor az eleje megint kérdés, hát nyilván Zsirút nem veszed ki, de azt gondolom, hogy, hogy uh, beteszi mögé egy de ilyen 9-es, 10 esbe igen, és akkor csukó ezzel és le a két széle. Nem rossz. Ami jól hangzik, hát más kérdés, hogy mennyire oltják ki egymást ezek a, a mindenki nagyon jóban van a labdával, de csak egyet tudsz bedobni közéjük, hogy akkor itt most hogy fog megosztani. <laughs> Ez az egész hogy se tudom még egyenre hova tenni, azt látom, hogy irgalmatlan jól cselez, de az is, hogy a jobb lába csak azért van, hogy fogmosásnál ne dőljön el. Tehát tényleg, <laughs> tényleg konkrétan nem sem. láttam olyan, olyan klipet, ahol jobban beleért volna a labdába, de minden eset, ott nyilván van egy jó potenciál, azért okaforba is megvan. Ugye a szokásos kérdés megint az, hogy ki fog zsíru játszani, hogyha. Hát okafor, nem? Hát őt, amennyire látom, inkább Leo ö, pihentetésére vagy helyettesére. ő is egyébként nyilván játszott belül is, nem egy klasszikus center, de egy ilyen mozgékonyabbat hogy megnéznék egy ilyen oka forpüliszik Pulisic párosot belül. Hm. Érdekes. Akkor, akkor sok beállásra nem kéne számítani, viszont, viszont kicsibe ott meg lehet játszani okosba. Úgyhogy, hát ez igazából, ha a Milán kérdezett, rengeteg a kérdőjel. És ugye az, egy csapatnál ekkora vérfrissítés egy nyáron. Na, no, ráadásul úgy, hogy iszonyatosan kemény a sorsolás, hogy az első tíz fordulón yeah. belül Inter, Róma, Láció, yeah. Juve, Nápoly, és Plusz... közben a bl harmadik kalapos oh. lesz a Milán. Tehát that's ugye that's. ott mondjuk egy Manchester City Atlético vagy a Manchester City Real oh, yeah. ott nem tudsz kevergetni, ott menni kell. Tehát ezt én is mindenképp fel akartam dobni, hogy bitangos sorsolás plusz te változtál a legtöbbet az összes csapat közül. Ez azért nem egy, nem egy nagyon szerencsés dolog, de megütötte a filmet egy valami, hogy Krunic a regiszta. Miben reménykedhet az a Milán, amelyiknek Krunic a regisztája? Szerintem azt ne vegyük el, hogy, hogy Krunic nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Volt honnan nyilván, tehát <laughs> de szerintem őt, őt, nem is nagyon lehetett behatárolni eleinte, hogy most ő hol igazán hasznos a középpályán, Piúli rakosgatta jobbra-balra, de szerintem az elmúlt egy évben teljesen megbízhatóan játszik. Más kérdés, hogy uh, igazából semmilyen elemében a játékában nem nyújt uh, kiemelkedőt, Nagyjából jól megszerzi a labdát, neki szerintem annyit kell mondani, mint a régi blaszos edző. fiam, azonos mezben lévőnek tedd le három méterre, és akkor nagyjából megoldottad. Nyilván nem tőle kell várni azt, mint Tonálitól, hogy mondjuk a saját térféle közepétről nyom egy 40 méteres labdát, ami lepotja Leo elé. Ez is, egy, ez is egy, nagy rizikó um, de azt is pedzegették, hogy ő reinders is próbálgatta, de szerintem reinders sokkal nagyobb a támadó potenciál. Tehát az, hogy ő odaér, az, hogy ő neki sokkal jobb a, a, az a játék intelligenciája az ellenfél tér felé, mint Krunisnak. Aki Lop. meg az elmúlt fél évben bejátszotta magát, és nyilván ez az is kellett, hogy mondjuk benne szer megsérüljön, az is kellett, hogy, hogy tanálítni, aki kellett venni, pihentetni, és nem nagyon volt alternatíva, mert Bakayoko, hát mióta volt ez a rendőrségi sztoria ott Miánóban, hogy nem is tudom, mi volt, de bűnözőnek nézték, és lekapcsolták, de amúgy se volt ilyen. nagyon használható, de az még inkább elvágta őt. Tehát ott játszani kellett, és amúgy többnyire hozta, nyilván nem kell tőle azt várni, hogy, hogy nem tudom, Albert Indiként fogod funkcionálni. már meg sem verem említeni, de, de hogyha ő megcsinálja azt, amit ott kell, ezt a, ezt a kis szürke melót, ő összedi a labdákat, és, és ott szépen adja azoknak. Nekem ez a 4-3-3 egyébként valami kockázatosnak tűnik, mert ugye oké, okay, loholsz előre, de akkor van két rohanós középpályásod, most azt mindegy, hogy igazából ki lesz valószínűleg tényleg ez a Loftus-Chicken, de ez páros és akkor ha labdát veszel, ami labdát veszítesz, akkor utána ott marad a négy védőd, ami, ami hát az előző szezonban látszott, hogy a Milánnak Igen. egy elég jelentős sarokpontja volt, vagy egy, a hilles sarka volt. Nem tudom, talán ezt mennyit láttad Pulisziket játszani? Én nem olyan nagyon sokat bevallom, úgyhogy ezért érdekel, hogy, hogy ő, mondjuk egy 4-3-3-ban is tud egy ilyen tízes környékét játszani, vagy ő egyértelműen egy, egy ilyen trekvartista jellegű a 4-2-3-1-nek a közepén? Hát de. ez szerintem egy kulcsfontosságú kérdés. És arra is, kérd, arra is válasz, hogy Krunicsot oda kell raknod a középpályára. Szerintem ő abszolút Pulisic abszolút jó erre a szerepre. Tehát ő azért nem az a nem az a klasszik csatár, aki, akit ki kell szolgálni, mert ő szerintem annál sokkal lendületesebb, dinamikusabb, jobb a elég jól lő, a 16-os környékén életveszély. Tény, hogy ezt meg kell találni. Most próbálgatta a Monza ellen a jobb szélén, de ott, ott, teljesen halott volt, tehát őszerűen neki középen lesz a helye. Az lehet, hogy ez egy elátkozott hely a Milánban, az a jobb szél. Nagyon úgy tűnik, hogy nincs meg az új szuszó. Persze ez vicc, mert ugye se volt azért. Az egy... új szuszó megvan, az a baj. Mert egyébként őt nagyon sokan elkészték, de szerintem ő egy nem volt egy annyira rossz játékos, hogy mondjam, nyilván nem volt egy... Kit... Azsi. Gondolkozom azon, hogy ki az, kit mondjak az olasz bajnokságból. Nem tudsz mondani, nem volt elég, egy, mert egy... szar volt Suszó világértében. Ez egy rossz játékos volt, teljesen használatlan volt. Ezért volt jó, hogy végnéztem, hogy idén ott osztatja a Juventus-t. ő maga meg volt még a másik? Még valaki. Jó, ott... no, de ez mindig így van az, az csapatod, van egy, aki, aki nálad a csapatodban gyenge, és utána elmegy az első szezonban, egy és egyből kivégez az ex. João már jó. még a csoportkörben a jó ellen úgy játszott, mint egy istenség. Pedig még magamban rögtem is, amikor láttam a kezdőben. <laughs> hát de van ez a játékos, aki, aki kinő egy szinted, legalábbis azt gondolja mindenki, Elmegy egy polca a fejébe, aztán visszamegy ugyanoda, ahonnan elindult, és akkor kiderül, hogy igazából az az ő szintje, vagy egy Benfica, ami egyébként az egy magas Egy maga, abszolút, tehát ne vegyük el tőle, hogy, hogy a, Benfica azért példaértékű, amit a transferekbe és a játékosok behozatalába, illetve eladása csinál, plusz a kupákba is mindig ott vannak azért a, 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 csoportkörbe, vagy még utána. De hát mondjuk azért, igen, João már jóra óra se fognak könnyezve emlékezni az interjúk. Ezzel könnyezve fognak, csak nem, nem nosztalgiázva, hmm. hanem hogy úgy de jó, hogy nincs itt. Ah, Bazsinyó, egy gondolatot szenteljük a szánszírónak. Ez egy ilyen nagyon furcsa visszabírkózás, amit zajlik. Nyilván az önkormányzat ellen érdekelt abba, hogy kiköltözzenek onnan a csapatai, mert nem tud mit kezdeni azzal a stadionnal, amiből most azért jelentős mennyiségű pénzt szed ki. Egyrészt, másrészt viszont nem fenntartható, és tizen sok éve látszik már, hogy a Juventusnak milyen iszonyatos versenyelőnt jelentett a saját stadion. Úgyhogy ezeknek a kluboknak nyilván azért nagyobb stadionjuk is lenne, mint a Juventus kis 42-esre, de hát most újra megfeneklett a dolog, most újra azt lehet hallani, hogy mind a ketten, ketten két felé és két külön stadion. Hát jó nagy butosság lenne. Igen. De szerintem egyébként az, az fogja előre mozdani a dolgot, hogyha jön ez a két, hogyha ahogy hallom, nem nagyon van más, más kandidáló a, a 2032-es elvére, mint az olasz-török páros, és ott akkor valamit azért kell csinálni, mert csak kéne egy, egy stadion Milánóban nem ez a omladozó szánsziról már 15 éve is úgy kellett állni a piszavárnál, hogy rád ne szakadjon meg, ne a bokáig érő brunyába csatangójál. Nem nagyon én látom, látok mögé, hogy ott, hogy ott, ez most miért gyilkolják egymást, amikor itt egy ilyen példa, mint a UV, amit tényleg mindenki évek óta szajkózik, hogy, hogy aztán ők mennyire jól kibújtak ebből a Della a és felhúzták a saját kis, kis otthonukat. Mindenesetre, hát nyilván a Milánoéknak az lenne az érdeke, hogy ezt, ezt és mondom, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb erre kell találni egy megoldást, hiszen nem hiszem, hogy a, a Frozinone stadionjába vinnének majd egy EB meccset, vagy nem is tudom, Udinébe, Udinébe akármilyen cuki ez a kis Dálcsi aréna. De hát igen, egy 50 ezes stadion el, elbírna még Milánóban, ha nem is 70-80 ezes, de... Szereted amúgy a szánszírót? Szerintem brutál hangulatos, és, és, hát amikor először voltam ott egy, egy Milán Bayern 4-1 visszavágón, el se kezdődött a mes, csak úgy egyszer rádőrentett a, a, a tábor, és hát egy hát minden, minden, létező bűször állt a karomon, és mindenhol, úgyhogy hm. szerintem nagyon, nagyon hangulatos, de, Na, de annak sok minden, ember van, emlékszem Annak de? minden, ö, el, tehát eléggé lelakolt, eléggé hogy hogyha tényleg így bemész, és, és így, azt gondolom, úristen, még a Bozsik stadion se így nézett ki, mint néz, amikor volt <laughs> elmész vécére. De hát ö, tényleg az egy olyan, olyan ö, emlék, vagy olyan szentély, ez egy közhelyes ez a szentély, de hát ott nagyon fura lenne mondani egy másikba, hogy nem is, nem is állna rá a számomra, most menjünk már a szánszíróba, de nem úgy hívják, de nem tudnám azt mondani. De ne, fura lehet, nem tudom, az áznádukkáknak, hogy egyszer csak a hybrid le, és akkor egy lethelyt egy emiréc, úgyhogy nem, nem, is nagyon tudom, hogy ez így, ez így hogy működik. Hát könyvtárból, de... <laughs> Úgyhogy szeretem abszolút. De hát az olimpikó se az, az, az az építészet, de hát emlékszem, amikor együtt voltunk a két, két a végén mondanak. a kupadöntőn, és mondtad, hogy szurkoltok, hát nem hallok semmit, mondom, ember, én, én sem adtam a júvét csak azt, hogy 30 ezen üvöltenek körülöttem, és, és közben csúrik volt a stadion. Szóval ez egy olyan élmény meg hangulat, amit, amit, így nehéz visszaadni, csak hogyha ott vagy, és, és azt mondod, hogy akármennyire nem hipermodern és, és Arena, meg akármi. <gül> Szép. <gül> De hogy mégiscsak, mégiscsak, egy olyan, olyan stadion, ami, ami maga a futball. És ami... melyik, döntőn voltunk együtt? Szerintem mind a kettőn. A 4-0... A és az 1-0. A 0-0 volt a. 16-os, amikor Morata hosszabb, Moldata, hogy gólja, és te volt a csúnya, amikor a, a Donnarumma beejtett mindent, amit, amit, nem, és Bonucci Borucsi volt a csiká. volt igen, a Cséka. igen. igen, igen, arra emlékszem. És pont valamilyen pókeres élőképet nyomott a Milán tábor a meccsen. Szerintem az az első Ilyen volt, holding. igen, igen, <laughs> Nem tudom pontosan. Na mindegy, na, no, ha már szóba került ez a régi szép emlék a juventus kapcsolatban, akkor jóvézzünk egy kicsit. Um, Jól érzem el azt, hogy hát itt igazából ilyen a világon semmi nem történt. Gyakorlatilag kirúgta kvadrádot a jóvá, és vette a helyére egy a játékost, akivel majd lehet esetleg egy kicsit szélesíteni a játékot, ami valóban az egyik probléma volt, de mondjuk van még másik. Tehát ez tipikusan az, hogy leszakadt láb, meg kilógó belek, és akkor egy fejfás csillapítót adsz neki, hogy ne, ne fájjon a fejed. Mi, 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 várható attól a Juventus-tól, ami gyakorlatilag semmit sem változott tavaly óta. És valószínűleg a hátralévő, a, a hátralévő időben talán, talán, nem is nagyon fog. Tehát azt mondod, hogy Lukaku nem jön? Szerintem Lukaku akkor, akkor, lehetséges, hogyha ha valaki bekinálja azt a nagy összeget, amit nem fog bekínálni senki Vlaovicsért. Akkor kell egy 9-es, és akkor akkor lehet... Allegri nagyon akarja, de szerintem... Hmm. Van egy ilyen érzésem, hogy az, hogy, hogy Allegri elkezdte ezt a szezont, már ez is... Egy, már az is egy... egy beá, egyrészt beárazta, másrészt pedig már ez is egy kegy a Juventustól, mert ez, ez, ne, ez nem fenntartható, ami történt. Pontosan ezért, amikor Allegri azt mondta, hogy neki ezt kell, meg azt kell, mert ő megmondta, ő bemegy a dobogóra, egész biztosan, hogyha megkapja út, de egy kicsit már a vezetőség is úgy van vele, hogy nem nagyon akarják Allegrinek teljesíteni a kéréseit, mert szerintem senki nem biztos benne, hogy októbernél tovább marad. Nekem van egy ilyen érzésem. Érdekes, nem tudom, ezt a júliét tavaly sem tudtam, ha valaknél sokszor emlékszem, hogy te is kutyáztad őket, egy nézhetetlen foci, és aztán, ha nincs a levonás, akkor, akkor simán ott lettek volna a top négybe. De persze a Juventusnál már azért a top négyet nem nagyon lehet kitenni a kirakatba. És egyébként most ez is kérdés egyébként, hogy most most persze te kérdeztél engem, de igazából annyira kíváncsi erre, hogy mint Juve Druckerként, akik aki ezer éve üldözítek a b most neked egy, egy Scudetto még még ugyanakkor a tud, öröm tud lenni a vagy azt mondod, hogy nyerjük már meg azt a b -et. Még akkor is, hogyha látod, hogy kb. van tíz erősebb csapat a Juvenal Hát, Nyilván minden évben azt mondom, nyerjük már meg azt a kurva B-ját, azt, azt minden évben mondom, de azért reálisan nézve, még amikor a szériát szétottóztatta a Juventus, akkor sem volt olyan erős csapata, hogy egyértelműen esélyes lett volna, bár szerintem 17-ben a legjobb csapat volt Európában a Juve, amit a Real ellen buktál a döntőt ezzel lehet vitatkozni, de ez, ez a része mindegy. abban a sorozatban a kilencedik bajnoki cím az már nem okozott akkor örömöt, nyilvánvalóan, az már ugye egy ilyen leszálló lévő dolog volt, meg a nyolcadik sem, de az meg azért nem, mert nem volt méltó ellenfele gyakorlatilag a Ebben a szezonban most óriási dolog lenne a bajnoki cím, nem azért, mert a, a, azok a a csapatok, akikről eddig beszéltünk, hogy hát ez teljes olasz mezőny felzárkózott volna a Juventus mondjuk 2017-18-as szintjére, hanem a Juventus hozzá a, a, a mezőnyhöz. Nyilván ez ellen szól, hogy tavaly azért az európai kupákban jól szerepeltek nagyon az olasz csapatok, de azért olyan óriási nagy dologról nincsen szó. Én egyébként borzasztó boldog tudnék lenni, hogyha idén bajnok lenne a Juventus, még inkább, hogyha ehhez nem kellene ilyen rettenetes kínszenvedéseken átmenni, mint a tavalyi szezon, amikor egyébként szintén lehetett volna bajnok akár a Juve, de hát ez, nem, egy fenntartható dolog, ez én azt hiszem. Meg az, az is, hogy milyen fura, hogy, hogy Allegri mindig marad pokba, még mindig marad a rengeteg sztoria és, és sérülés és minden, hogy kicsit ez olyan, hogy mondjam, nem is méltatlan a Juventus, nem az a jó szó, de hogy azért Mégiscsak volt egy klub, ami kiemelkedett itt uh -huh. egy évtizeden keresztül, és akkor azt látod, hogy hogy mind, minden héten röh röhögve dumálunk rá, hogy megkenik, és, és társaik. Egyébként most az amerikai piacon most jó lesz a juve meg a Milán is ezzel, hogy így bekukáztak ti. Hát ti is két Két amerikai, nálunk is két amerikai, jó, volt hát ez nyilván csak a poén része, de, de figyelj, szerintem egész nyár alszott, hogy elmegy ki most nem Most csönd van. tehát Hála szem... Istennek! Tehát legalább van, megmaradt egy épkézláb szélsője a Juventusnak. A védelem, védelem rendben lesz, most Bonucci-t kiraktátok, szerintem azon nem gyengültetek. Ajaj sőt, ne, nem is csak ez. Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a, a, nagyon okos emberek, akik összeültek és megnézték, hogy az az egyenuralkodó Juventus, az hogy jutott el odáig, hogy minden szembe jövő levernek egy sallert, és az egész visszavezethető tulajdonképpen a pályán mutatott játék, az visszavezethető arra, hogy Beppe már ott elengedte a Juventus. Ennek köszönhetően most hozták ugye Juntori. Na ezt akartam, -e mondani, szerintem, szerintem ne nektek ez tipikusan az az év a Juve hogy ki kell bekelni valahogy, nyilván a, a, az, az UEFA szankciók miatt, hiszen az is látszik, hogy a klub most gyakorlatilag kis túlzásra bárkit elengedne, akiért egy normális ajánlat jön, és azt mondaná, hogy Köszönjük oké, vezekeljünk azért, amit most itt a nyakunkba <laughs> vagy jogosan, vagy nem, ezt majd nyilván eldönt, eldöntik, vagy majd egyszer elmondasz egy adásba erről mindent, amit tudni kell. <laughs> De hogy ö, szerintem Juntoli egyébként hosszú távon ha most a nápoi munkájából indulunk ki, ez nagy fogás lehet. Nyilván idén nyáron azért elég szűk a mozgás tere, és ez látszik is a, a, abból, ahogy a Juventus nem csinál semmit gyakorlatilag a merkátó alatt, de de szerintem akár a következő nyáron, vagy már télen elkezdheti ő azt a, azt a jó szemmel válogatást, ami a nápolynál azért meghozta a gyümölcsét. És akkor mondjuk a Juve is, nem azt mondjuk, hogy igen, lehető bajnok lehet, hanem, a, hanem egy sokkal izmosabb kerettel és renoméval van, mert szerintem egy kicsit mindenki ezt a tavalyi juvét olyan, nem is lesajnálta, de ezekkel a, 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 bánatos játékkal, ahogy nyert a meccset, jó, tudom, profi sport, és ez erről szól, de ugye pont amiatt, amit beszéltünk, hogy volt egy iszonyatos hosszú juve hegemónia, és azok után ezek a meccsek, ami néha nagyon szenvedősen húzott be, vagy be se húzott, hát elég éles kontraszt volt. Ettől függetlenül mondjuk nyilván, ha nincs az a, az a bünti, akkor még így is egész jó szezon, tudott volna Allegri. De egyébként ki lett, ki volna a jó alternatíva Allegri helyére? Hát attól függ, hogy mit akarsz csinálni. Ha most ilyen óriási nagy, ehhez a játékos kerethez, hát nem tudom. Ez a játékos keret, ez ami most van, lehet, hogy Max Allegri szerzi a legtöbb pontot vele, sőt, ezt, ezt vállalom, hogy ez az állításom, ez igaz. Ezzel a csapattal senki nem, nincs más edző, aki ennyi pontot szerzett volna. Valószínűleg boldog percet sincs senki, aki kevesebbet szerzett volna, mint Allegri, mert ennek az el, mögöttünk, hogy szezonnak ennek volt kb. három darab ilyen minimum ilyen nem nagyon fájdalmas pontja. Az internet mondjuk jó volt oda-vissza megcsapkodni, az, az nem volt egy dolog, de kb. végeztünk is egyébként a pozitív dolgokkal, de <kül> ähm, maga a játék az, ami, tehát hogyha most elindulunk abba az irányba, amik bejik irányba, az előző Allegri korszak után elindultunk, akkor azt mondta a vezetőség, hogy olyan edző kell, aki azt az, azt az, európai mainstream játékot játsza, ami most sikeresnek tűnik, és akkor szárit. És akkor ugye az volt a baj, hogy egyrészt van egy ember, aki nagyon nem illik oda, Torinóba, gyűlölte a Juventus egész életében. Ugye aki Firenzében nő fel, és Nápolyba dolgozik, az utálja a Juventus-t, ez teljesen egyértelmű. Amúgy se illett a Juventushoz semennyire se a játékstílusa szintén Juventus játékába történelmileg is borzasztóan nem élik bele, plusz a játékosai se voltak meg, és nem mentsük fel őt sem, mert úgy kezdte, hogy ugye kirúgta eh, uh, Mandzsukicsot, aki az egyetlen játékos volt, aki ki tudta váltani Ronádót a csapatból, úgyhogy ne tűnjön emberhátránynak, hogy Ronádó is a pályán van. Tehát nem tudom, ha választanom kellett volna edzőt, hogy kivel kiépítse most a Juventus-t, ha ezt úgy veszük, hogy újraépül, akkor decerbit hoztam volna. Azt hiszem. Ő lett volna a tippem, hogy amikor azt mondtad, hogy még európai mainstream foci, hogy akkor, akkor ő. Hát igen. De nem, 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 bevallom, nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy ez egy működőképes dolog lett volna. Na, de ha már edzők, forduljunk rá a címvédőre, Ugye Juventus amúgy sincs mit beszélni, nem történt semmi, kb. ugyanez várható tőlük, ami tavaly várható volt, lesz jó sok pont, meg kevés boldog pillanat. Na de, segíts nekem megfejteni valakit, mindenkitől megkérdezem. A Napolinak most idén nyáron kellene eladni az összes játékosát, kb. mert ennyit egy senki se ér, mint amennyit ezután a szezon után ért. Ehhez képest Kim min elengedte, de ott van a csapatban a, több, a bajnoki cím összes többi nagyon fontos szereplője a csillagászati értékével együtt. Ez ugye mind azt mutatja, hogy, hogy címet akarnak védeni. De és, és akkor odaülteti Rudi hogy majd ő Scudettót nyer. Ezt magyarázd meg nekem, ha tudod. Én próbáltam a, a keresni, a felelni az interneten, milyennek a nagy Rudi Garcia ekézésnek a, 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 az eredete, mert mindenki dobott egy hátast, amikor őt, őt, nevezte ki a Nápoly. És azt, azt, láttam, hogy a nem is emlékeztem, hogy Róvában neki ő egy tízes győzelmi a kezdett, és hogy elég pofás volt ez a Róma. A, igen. Az volt az év, amikor a Juve 102 ponttal lett bajnok, és hogy a Róma 85 ponttal, ami hát nyilván nagy különbség, de ha azt nézzük, hogy azért 100 pontos szezon viszonylag ritkán van. Tehát, hogy egy, egy, jó focit játszó Róma, val ment aztán utána oh, még jött. egy második hely, de ugye egy kicsit azt visszaolvasva azokban a rómás években, nekem úgy tűnt, hogy ő nagyon magasra tette a lécet azzal a jó focit játszó ö, első éve, és aztán iszonyú rossz igazolásokba húzott be, nézett bele a Róma. Nem sikerült megtalálni azokat az embereket, akikkel ő azt a focit tudta játszani, azt a látványos, intenzív, támadó focit, amivel működött ugye, nem tudom, akkor volt az időszak, hogy azt hitte, hogy, hogy Dracoval lehet ott itt helyettesíteni, pedig hát elég két más karakter a, a két arc. Na mindegy, szóval, hogy nem tudom összességében, hogy mekkora betli volt neki ez a Róma, rómás év, mert két második helyet szállított. De ugye Rómában is olyanok az emberek, ezt látjuk mourinho is, hogy ha magasra se a lécet, akkor onnantól kezdve elkapja őket valami iszonyatos őrület, ami persze minden szurkolónak egy teljesen logikus reakciója, hogy akkor nyerni, nyerni De Rómában nyerni. hatványozottan jelentkezik. És aztán persze onnan könnyű bukni, amikor visszaesel a, a magad Róma szintjére. Na igen, szóval ha azt kérdezted, hogy mi lenne a legnagyobb kérdője a Nápolynak, akkor nyilván az, hogy, hogy el tudja elcseszni Rudi ezt a nagyon jó működő rendszert, amit Spalletti összerakott. Hm. És ezt majd, majd az össze meglátjuk, hogy ez, ez mennyire lesz így, mert amúgy minőségben ugye Kim minjén kívül nem ment el a Nápoly, és amit te is nem mondtál. Nem. Én egyébként meg tudom érteni ezt, hogy ők most ezt a pillanatot meg akarják rakadni. Most, hogy belegondolsz, hogy nem egy 30 szoros bajnokról beszélünk, hanem egy háromszorosról, aki, ahol tényleg, ha azt mondják az embernek, hogy egy hétig nem eszel, vagy, vagy nem tudom, még egyszer bajnok ezt a Nápoly, akkor beválnak egy hónapkoplalást is. Tehát ilyen irgalmatlan energiával és szenvedéllyel imádják ezt a csapatot, és, és mindent, ami azt körülveszi. Most nézegettem, hogy ki itt próbált meg ki mindzse helyet. Az utolsó meccsen a Norvég Ösztigárd játszott, aki Igen. tavaly ilyen peremembernek számított. Hát, de ez, de ez de mondjuk ki, mint J.S. sem mondta senki, hogy jön és az első évben ennyire jó lesz, vagy ennyire meghatározó lesz. És de... Rachmaninov-ra se, és, és Lobotkerre se, és Lobotkerre se, így van. Tehát a tavalyi menetelésnek a, azok a figurái, akik nem. Hát ugye, most Karácseliáról ne is beszéljünk, akivel valószínűleg csak a grúz tévénézők tudhattak, vagy az orosz bajnokságot Igen. közelről követők. Nyilván most megvan az a hátrányuk, hogy azért tudjuk, hogy más címvédőként játszani, mint, mint egy kifutott szezonban, amikor mindenki, most mindenki téged akar megvenni. Kvarácsáliát már lehet, hogy rommá videóztat az összes szériácsapat, bár mondjuk cselez olyan jól, hogy ettől függetlenül Kalábiát lehet, rommás lehet, rommás. hogy ő fogja forgatni, vagy rossz lesz nézni. De én szerintem ez a Nápoly semmivel se esélytelenebb, vagy gyengébb, mint, mint tavaly. Ez a kérdés, hogy jó lenne belátni az öltözőben, mondjuk Spalletti, hogy beszélt a játékosokkal, és mennyire volt, volt ő egy ilyen közösségépítő, egy ilyen nagyon közeli kapcsolatot ápoló ember, aki mondjuk ezt meg végre berakta azt a pázadarabot ezzel a személyiségével. A hiányzott, is mondjuk milyen hozzá képes aki, aki egy olyan élményből jön, hogy, hogy Ronaldo gyakorlatilag kirugatta ettől a, a szeudarábiai csapattól ami az nem egy önbizalom élmény, hogy jön egyszer egy arc, és azt mondja, hogy figyelj, én nekem most ez a csapatom, menj, menj már innen most itt, itt akarom most ugdosni a 801. 2. 3. 12. gólomat. Fogalmam sincs igazából, hogy ő, ő milyen lesz, de azt látom, hogy, ne, hogy van körülötte ez a buborék, hogy, hogy ő nem egy jó edző, és nem egy nyerő típusú edző. Ugye volt egy francia bajnoki cím, jól emlékszem, még a, még a, a Lille. volt? Úgy hogy a, a Lille. nem, csak már nem. Nem volt? Ne, nem tudom, ha utána hogy az Éden az Lille, mintha a, lett volna bajnok. Hát ez lehet. Még a 2011-12 környékén, az két, tehát nem ma volt. Az lehet. Az, lehet. az olasz bajnokságot ismeri, ez mondjuk vehetjük egy nagy közhelyként az előnye, előnyére, de hogy aztán ez a Nápoly, az, mondjuk azt, hiszem, az hogy nehéz lesz. Ez Még a 70%-át is nehéz lesz nyújtani az. annak, ami tavaly jött, hogy minden jött. Most ugye azt is lehet olvasni, hogy Oszimen új szerződést akar magának, és hogy ő csak 110 eurós kivásárlást akar, nem 150-et. Azért tudjuk, hogy amikor egy csatár így matekozik, az azért nem biztos, hogy jó, a, jó így egy héttel a bajnoki rajt előtt. De majd ezt ők lerendezik az ügynöki meg de Laurent szel aki mondjuk azért annál, annál karakánabb csávó, mint Igen. hogy ő most így egy ügynöknek azt mondja, hogy figyelj már, beírom ezt a 40 millió minuszt. Igen, nem, nem amit a, klub, a klubból vennék ki. Na jó, de most meg beírja a 140 minuszt, mert hogyha azt mondom, hogy ha eladod Osiment, vagy eladod Quarecelliát nagyon-nagyon sok pénzért, annyira, mennyire soha többet nem fogod tudni eladni, soha többet, most nyáron tudod, akkor is bemegy ez a csapat a négy közé, mert van olyan jó, hogy bemenjen a csapata a négy közé. De hogy bajnoki címet szereze az már egy nagyon-nagyon erős kérdés, hiszen a bajnoki cím is leginkább annak volt köszönhető, hogy Spalletti valahogy megoldotta azt, hogy kb. mindenki csúcsra volt járatva hét hónapon át. Az utolsó két hónap az, azért nem, nem, volt, volt nem volt. nagyon jó, de egészen addig az európai meccseken mindenhol mindenki a lehető legjobb játéket nyújtotta, aki csak beállt, teszem hozzá, mert Simeone, aki Oké, okay, néha rugdosott gólokat a Veronába is, meg Firenzébe is, de azért nem tűnt egy olyan gólvágó csávónak. Erre fel, kidőlt oszimen vagy eltiltották Ossiment, beállt és ontotta a gólokat. BL-be, bajnokság, mindenhol. Tehát, hogy ilyen megmagyarázhatatlan felívelés történt. Ilyen, mintha tényleg valaki egy ilyen varázsvesszővel nápoly fölött ott súhogtatott volna. Tudjuk is, hogy ki lehet az az a valaki. Aki, ilyen, aki ilyenre vetemedne. De hogy ezt tudja reprodukálni Rudi én azt nem gondolom. Bár az is nehéz kérdés, hogy ha Deleon Anticid től is megkérdezné, oké, okay, haver, de akkor ki? Na, hát nem, nem tudom. Azon egy csak elfejledtem itt a, a sok infó között visszakeresni még, hogy volt valaki, akit nagyon mondogattak Nápolyba rögtön a bajnokság után. De is, de volt. Én őt talán... hallottam. Aha, de azt szerintem tök jó, az egy tök jó ötlet volt. Szerintem. Hát e ehhez a focihoz, amit a Nápol játszott, ez, ez megnézt, ez elég, 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 faszányos kombináció lett volna. Igen. Na nem látjuk azt sem. De egyébként visszatérve egy mondaték, hogy, hogy Spalletti től viszont most nem tudom, hogy mennyire volt ebben De Laurentiis-szel valami konfliktus ismerve a, 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 a nápolyi elnököt azért biztos, hogy volt ott valami, valami kis összezördülés, vagy ami nem teljesen egy hullámosan voltak, de mennyire okos egy ilyen szezon után azt mondani, hogy én most pihenek. Tehát ezt nem tudod még egyszer, nem tudsz még egyszer ennyire durván jót, és azt mondani, hogy hogy jó, én most itt kiszálltam, mert elértem egy olyan eredményt, és oldjátok meg, fiúk, és majd Auréli volt már meg, hogy legyen itt egy hasonló edző, aki ilyet kihoz. Tehát ő most ezzel a szobát megépítette ott nápolyba, aztán ha úgy van, akkor majd egy-két év múlva felhívják megint, Nyilván hogy ő megint csak bukhat ez ember, akkor ha, ha nem hoz még egy bajnoki címet, akkor azt mondják, hogy hát de hát ott volt az a 2022 20 ember, mi most ahhoz mérünk téged. Hát irgalmatlan nehéz így beleülni. De okos, frigár... igazad van, okos, hogy most kiüli ezt az évet, vagy a következőt is, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy novemberben vissza átveszi a Nápoli irányítását majd, mert az történik, amire Egyszer gondolom. csak látják, hogy ott a, a 400 méteres futópályán ott, ott kocog a pálya környékén egy ilyen hétfő délelőttönként egy 5 0 zakó után. Hogy... Nem, azért nápoly nem fog 5 0 és a, belefutni. És, de és hogy a pandának ott... a kormánya lesz a kezében. <laughs> <laughs> Nagyon nagy. Um, Basinyó, mielőtt nem is a rómaiakkal foglalkoznék most, hanem először az atalon. Mi, mit adta nekünk a ló, lómaiak? A lómaiak, <laughs> na majd mindjárt visszatérünk, mert lóma egyik fele adott nekünk, lóma másik fele meg csak elvett tőlünk. De mindegy, mielőtt belemennénk ebbe, szerintem beszélgessünk egy kicsit az Altalantáról. Um, annak idején Juhár Tominak volt ez a, a nagy mondása, és, szent, és bebizonyosult, hogy teljesen igaza van ebben hogy az Atantánál az lesz majd a baj, hogy egyszer mellé nyúlnak, tehát egyszer az lesz, hogy nem fogják tökéletesen megtalálni azokat az embereket, akik átveszik a sok pénzért eladott csávóknak a helyét, és akkor ott akkor a következő évben nem lesz BL, nem jönnek úgy a bevételek, és akkor ott összeömlik ez az egész projekt, mert nincs mögötte olyan gazdasági háttér és támogatás, amiből aztán a következőre vissza lehetne építeni, egy kicsit talán igaza volt, de most megint úgy néz ki, hogy, 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 új erőre kap ez az Atalanta projekt, szerintem. Kezdjük azzal, véleményezzük azt, hogy 118 millió eurót hozott be idén az Atalanta játékosokból. Oké, benne van Hojlund, aki ilyen gatyára vetköztették a Manchester united -et. De milyen jól tették? Nagyon jó, És 55-öt költöttek eddig, tehát baráti, nem tudom én, 60 millió eurós haszonban vannak, és nem tűnik gyengébbnek a csapat. Hát a, szerintem sok olasz klub mehetne a receptért az Atantához, és egyébként üzen. azt is tegyük hozzá, hogy az egyik legjobb akadémiájuk van, tehát egy nagyon jó utánpótlás neveléssel bírnak, és Gasperini meg minden évben szépen építi a kis csapatát, és tényleg egyébként élmény nézni ezt az atlanta Még úgy is, hogy a tavalyi szezonban ugye megváltoztat, kicsit azért visszavett abból, a, abból nagyon látványos stílusból, sőt, hát lecsavarta rendesen. Mm -hmm. És még amikor tavaly összebeszéltünk, még rá is csodálkoztunk, hogy, hogy tehát ez, ez, nem eléggé testidegennek tűnt, de, de hatékonyságban meg azért mégsem romlott akkor át ez a csapat. Nekem egyébként nagyon, nagyon tetszik Hölgyund játéka. Most nem tudom, mennyire korai ez az ugrás neki. Szerintem én nagyon elnéztem volna Milánba az, az igazság. Tehát ez, ez a fajta karakter, amit, amit ő képvisel a pályán, ez, nekem nagyon szimpi. Egyelőre még azért erős, hogy itt Hólánthoz hasonlítgatják. Jó, értem a párhuzamokat, hogy, más is. Hogy, hogy, északi, meg érzi a kaput, meg H kezdődik, meg szőkés, meg stb. De, hogy, de nem, de amúgy szerintem egy ilyen pont tippelgettem itt egy, egy baráttal, és 18 gólt mondtam neki, annyit Befogadunk. Igen, meg szerintem ő neki nem is feltétlenül azon a legnagyobb erénye, hogy nagyon sok gólt lő, hanem egy nagyon jó beillesztető, hogy én egy kicsit ilyen cavani -nak érzem, aki egyébként sok gólt is lőtt, de közben meg iszonyú durván csapatember volt. Szerintem ezek lesznek majd igazából az ő készségei, nem feltétlenül a 10-20 gólok. De hát közben meg nem tudsz a Manchester United csatára lenni, úgyha nem lősz 10 20 és úgyhogy... Uh, ha csak nem volt hát, hogy... Wood Wakehorst vagy, aki egy darab góllal végzett tavaly, de mindenki elmondta, hogy iszonyatosan jól védekezik, és hogy ez mennyire, mennyire hasznos csapat ember, ami nyilván így is volt, csak ugye ilyen néz ki, amikor... Vagy ugye Givars a franciáknak. Ó, oh, de szép. Mondjuk Zsirú is lehozta az, a VB győzemet gól nélkül. De jól de, hát, 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 de hasznos jól volt abszolút, Nagyon igen. Jó, Zsirú azért okos is, tehát ez. Na, de hát, mondjuk Gasperini, hát, hát, Ból, oh, megnézném, Tehát, hogyha mondjuk pedzegettük itt az adás előtt, hogy deketeláre oda menne, hogy, hogy a, a Gasperini Magic működik-e a sászlán, aki annyira rottyom volt, volt ebbe az egész évben a Milánnál, és ugye ezen is kacagtunk itt, hogy vagy ehhez képest azért elég, elég masszív fizetési igénye van. Ö, igen, de ugye ez a kérdésem. Ugye mondtad, hogy, hogy lejjebb csavart azért tavaly Gasperini. De hogyha végnézed azért a, a, ez az utolsó gyilkos passzokat kiosztó játékos, ugye Papu Gomez, aki eltök össze és verekedett Gasperinivel. De szép lehet, hogy a két, két cent <laughs> torony centis <darua, gül> ahogy sportszárral ütögetik egymást. Hát, Akkor két pincsi összeverekszik azért. Na mindegy. Utána, utána ugye Pessina hazament a, a Monzába, és így kb. ez a... Nem is poszt, mert ez azért nem poszt, hogyha úgy nézzük. Ez a, ez a, szerep, ez mintha tavaly kevésbé lett volna meg a csapatban, és csak odaszállják Deketelárét. Hogy, hogy e, mert hogy ő elfben ez, tehát ezt kellene tudnia hozni, hogy azért elég sok pénzt költöttek e, Turéra, Albirá Turéra, Spanyolországból, akit vagy ő lesz a center, mert nem hiszem, hogy fölroki egymás mellé őt és Kamakát, aki ugye menet közben hivatalos lett. A kettő közül talán csak az egyikük fog, vagy úgy, ahogy ugye Zapatával meg Muriel-el, hogy amikor nagyon kellett a gól, akkor fönn voltak együtt is a pályán, de azért nem ez volt a jellemző. De de ami, ami, nagy kérdés szerintem, hogy Deketelárét oda be lehet -e csúsztatni, és ő ott meg tudja mutatni azt, amiért megvették, mert azért ennél biztosan jobb játékos, mint amit mutatott. Nem, nagyon, nagyon furva az ő története, hogy ennyire, ennyire flop legyen valaki. Nyilván láttuk már ilyet, de arra emlékszem, amikor tavaly, tavaly őszi podcastunál, még te is mondtad, hogy te, te, te jól nyúl, jó nyúl ez a srác labdához, hogy te mindig figyeld, és hogy látszik, hogy finoman, úgy veszi át, behúzza maga alá. Na ez, amit aztán januártól, sőt, lehet, hogy még előbb is egyáltalán nem láttál tőle, de jó, persze ez nyilván ez egy, ez egy mentális, tehát mindig elmondjuk, hogy ezért a foci persze lábbal csinál, de hogy fejben, és hogy most, hogy ez pióli felelőssége, hogy, hogy de lehet, hogy az edzésen még az üres kapura is mellé rúgta, tehát annyira de van egyébként, tehát más nála azért nagyobb karakternél is láttunk ilyen szériát, hogy, hogy az ötösön is lepattan, a Még egy védő, nem is tudom, volt egy olyan meccs, hogy már puszi gyuszira le volt játszva az akció, ötösről be volna, és valahol előkerült egy védő, és is szétcsapva a bele, beleakadt a, a belsőzése. Tehát még az a, az icipici, apró pici gól se jött össze neki, és valami 40 meccsen volt talán egy darab gólpassz, ami síralmas statisztika 35 hmm. milliós árcédunával. Nyilván De, ez is hagyon nyomta szerencsétlent, hogy ugye heteken keresztül ment a, a telefonálgatás a brüzse, hogy akkor most mennyi az annyi, és akkor jött 35 élet. amúgy végtelenül szimpatikus, meg jó gyereknek tűnik, de hát pont egyébként kicsit ez a, ez a jó gyerekség is látszott. Nem tudom, emlékszel a, 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 a górra, amivel a Róma el, hitte, hogy megnyerte a Milánai meccset, ahol Deketelári kapott egy paszt a félpályánál, és már fordult volna rá, és ketten úgy tették ki könyökkel, hogy rossz volt nézni, római oldalról persze tök jól nézett ki, és már ment is ugye be a helyén, ahogy jött föl Teó, jött föl a két középső középpályás, tolták be a helyére, és ugye Temi Ebrahim az beverte, és azzal vezetett a 90 plusz negyedik percben a Róma, aztán jött még utána egy válasz. De hogy ott is látszott, hogy egyszerűen súlytalan volt. Tehát azok az killek, amik megvoltak neki, hogy, hogy labdaügyes, hogy jó az utolsó passzokban, már semmi nem látszott bele, és Pioli azért bedobálta őt a, a fél órákra, persze mindig hálátlan az szerep azért a végén beállni a vagy egy már fáradt csapatban, vagy egy olyan, amik rohan az eredmény után, és ugye a Milánnak sokszor olyan helyzetbe állt be, amikor egy ilyen bunkerelő ellenfelet kellett volna feltörni, ami hát évek óta nem a Milán profilja. Igen. Hát szóval, ezért vettek viszont 35 millió egy fiatal belga játékos, hogy majd ez a profiljunkba bekerül. Hát ez szóval a belga de. vonal nem nagyon jött be, igen, de én őszintén szóval drukkolok neki, és drukkolok ja. Gászpeninek is, mert szerintem, szerintem egy, egy Nyilván más, amikor az ember lát egy összevágott videót, de hát van ebbe a sázban, sokkal több, ah. mint amelyik kijött belőle. És az Atalanta meg, meg tényleg tök jól találgatta meg ezeket a játékosokat az elmúlt évben, úgyhogy lehet, hogy ez pont egy ilyen. Hogy szokták mondani, match, Made in Heaven? Hogy egy hát, ilyen szép, uh, igen. Hát legyen úgy, mondjuk az egy. az egy furcsa dolog, hogy. Ugye Gasperini játékában mindig is a kulcs szerep, persze látjuk mi is, hogy, hogy magas pressing, magas labdaszerzés, górra törő játék, mindenki megy a kapu felé, de az alapja, amit kevesebben látnak, az az, hogy valami írtózatos bika mindenki az Atalantával. Tehát ott, ott makulátlannak kell lenni. Ezért, ezért furcsa állom egy kicsit azt, hogy, hogy két hét van a bajnokság, és még nem hivatalos, hogy az Atalanta játékosa, mert ő, tehát Gasperini azokkal tud jól e, sáfárkodni, akik az ő felkészülését csinálják végig, mert azokra tud számítani, és tudja, hogy azok olyan állapotban lesznek, mint az ő gladiátorai. Na, e, csavarjunk át e, Rómába, Annál is inkább, mert euh, szerintem nem tudjuk eleget dicsélni Mauricio Szárit és ezt a lációt, és nem tudjuk eleget kutyázni Claudio Lotitot, aki tök mindegy, hogy mit ér el a láció. most, amikor ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen, hogyha ha nem számolod ezt az irreálisan nagyon jó Nápolit, akkor ki a bajnok csopata? Hát, hát akkor a Láció, mondjuk azzal, hogy nagyon jó ritmusban lerakták az Európa Ligát, de tök mindegy. Szári zseniális, és Lotitótól meg nem kap semmit. Hiába szeretne, nézd meg ezt az idei játék az első szezonját eddig ennek a Lációnak. Úgyhogy mennek a b be Ez is térmeskény. Lotitó, meg, meg Cairo, a Torino elnöke, azok a legidegesítőbb karakterek lehetnek. A, a a többi klub szemszögében, de lehet, hogy egyébként abszolút értékben is. Tehát ezek, amit így, így képviselnek, ez a, a, a mindig, mindig mindenkit túlárazók, és hát nyilván be akarja húzni a nagy bevétel, de, de egyébként nem tudom, szerintem ez a ráció, most oké, elment Milinkovic-Savic, de, de én nem érzem egyébként, hogy hogy akkor gyengült volna. Nem tudom, hogy Szári neki volt a listáján, azt látom, hogy hogy Iszakszár rommá őket tavaly, és most behúzták azt a gyereket, Igen. mint ahogy a, a Milán csinálta no Haugéval, hogy úgy jó volt, akkor leigazoljuk. Igen, nem Mondjuk Igen. Ne, nem nagyon vált be, szegény, de, de mindegy. Kíváncsi leszek erre a, a Castellanos nevezetű Argentin srác, aki volt mls -gól király, és szerény Igen. négyest hintett a real a a Zsirona játékosként, mert tök jó az előélete, de hogy aztán mennyire fog működni a, a szériában. És pont, pont a gazettában azt mondták, hogy Szári az az edző, aki akinek ez a a sajátos játékstílusa képes lehet arra, hogy, hogy egyébként ne fájjon annyira ez a Milinkovics-Szavics elvesztés. Hmm. Mert hogy annyira komplexen, annyira mindenkit bevonva próbálja ezt a, ezt a, a támadójátékot összerakni. Hogy jó, nyilván ő, ő nem feltétlenül csak a, a tehát ő azért vezér volt, és egy olyan, egy fickót kiveszel, aki, aki a szurkolók szemébe, a pályán, az öltözőben, mindenhol meghatározó, olyat nem biztos, hogy találsz, még ha játékba tudsz, tudsz is húzni. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben volt szerepe Milenkovic Szavicsnak. Főleg amikor Csíró nem volt, akkor a, a játékban, és már 16 mert 16-oson csak rá lehetett ívelgetni a labdákat, fejelgette is a gólokat, meg a gólpasszokat. De ő azért 8-asként azért inkább a támadójátékkal volt az, amit amivel szerintem átlag feltitott nyújtani, megoldotta a védekezését is, az, 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 azért látszott. De ugye egy fontos dolog, hogy mi lesz Luis Albertoval, mert ha a, a két nyolcasod együtt megy el, és ott maradsz úgy, hogy akkor most Kamada ugye az egyik új érkeződ, meg most lehet hallani, aki, amiért én borzasztan dühös vagyok, hogy Allegri elengedi, ugye Rovellát nagyon szeretné, általában Szári nagyon kedveli a játéket, én is nagyon kedvelem a játéket, Allegri nem kedveli a játéket, inkább Locatelli szivatja Regisztába, aki meg utálott játszani szemlátomást, de, de újra ezt, ezt a lációt nem tudod, és azt látod, hogy mindent megold Szári, minden problémát megold, pedig azért volt neki szép számmal, de nagyon okos, nagyon okos volt. Az egy kérdés, hogy, hogy ez ez egy olyan szezonban, ami valószínűleg nem fog annyi nemzetközi terhet hozni, mint az idei. De ezt aggódom, Adam szerinted azért a bl mennyire fekszenek rá? Hát sem. Ők is hagyja a harmadik kalap mint a Milan, igen. tehát azért ott elég combos csoport lehet. Valószínűleg igen. És ugye ezért nem értem, hogy miért nem gyúrja ki a csapatot, mert még most előrefelé azt mondom, igen, de ez a, ez a védelem, ez, ez nem két frontra való, pláne nem háromra, pláne nem úgy, hogy a zsinór neked gyakorlatilag a BL, tehát oda kell érned. Most bemész a BL csoportkörbe, halleluja hat meccset lejátszottál, de közben a bajnokságba látszott korábban is. Agyon verte mindenki őket a bajnokságba, amikor kétfelé kellett figyelni. Ezért volt okos Szári, hogy időben lerakta tavasszal az európa Ligát, nem foglalkozott vele. Hát akkor most látszó pont, pont azzal a, a problémával. Fogsz emberi, hogy hogy évekig a Milánt arról beszéltünk, hogy nem elég mély a kerete ahhoz, Igen. hogy, hogy ha egy-egy kulcsember kiesik, már pedig Mirinkovics Szávics is kulcsember, meg amit te is mondtad, Luis Albertot, Immobilének sincs egyelőre, bár lehet, hogy ezt ez, a, ez az argentin válik beválik. Alternatívája. De amúgy meg, amúgy meg szerintem az olasz fociban pont ezek jó, hogy mindig van egy-egy szezonja azoknak a csapatoknak, akikről nem várod, vagy nem feltétlenül várod, és hogy nagyon jó focit játszanak, és oltalanul az ember így szurkol nekik már olyan szempontból, hogy azt mondja, hogy tök jó, hogy végre nem csak a megszokott nevek gyilkolják egymást, és emlékszel a, a Covid miatt megszakított szezonban, és milyen jó focit nyomott a, a láció, gyönyött. amikor ugye sokáig vezetett Istán, és ott egy Juve elleni vesztes rangadó fordította meg végül a Juve javára a... Hát meg a szünet, még talán első helyen álltak Első a helyen fordultak előtt, rá, igen, az igen, az igen. És az, az a nyár az már nem sikerült jól. Az ott, Hát ott, ott elég hát. sok pontot eldobáltak, igen. A az a volt az anyja. Meg az Interé amúgy, amelyik azt hiszem végül egy pontra fejött a juve a végén. Nem tudom. Szóval szerintem, szerintem abszolút jót tesz az olasz focinak, meg így drukkerként is azt, hogy látod, hogy van egy ilyen csapat. Ezek szerint akkor Szári jobban el van a kis, kis kutyogósával, Rómában, mint, mint a juve és hogy, hogy, kevésbé érzi magát egy ilyen kívülálló fazonnak. De Nekem az, az is volt fura volt egyébként, hogy de lehet, hogy ez oda vezethető vissza, hogy volt a látszónak rengeteg olyan meccs, hogy nagy csapatok ellen iszonyatosan jól ment, és aztán tavasszal, például nyilván én általában ugye a Milán meccseken tudom ezeket lemérni, de hogy ott, ott pályán se voltak a szánszirón 2 0 nem tudom, emlékszel, amikor Teónak volt az a végigvívős gólja. Ah, igen. De hogy ott olyan volt, mintha azt mondtam, hogy gyerek, 90 perc, csináltak, amit akartok, aztán majd jövő héten is van bajnok <síns> Ez nem ez az nagy, igazi nagycsopatos attitűd. Már igaz, hogy nekik akkor szerintem már ilyen légüres térben voltak, mert Nápoly 100 pontra, ha tudták, Aha. hogy a top 4 biztos. Igen, igen. És ugye nyilván nem ugyanaz volt a motiváció a két csapatnak, mert a Milánnak meg akkor irgalmatlanul kaparnia kellett, hogy még, még, beférjen. És kellett ugye a levonás is hozzá, mint ugye. Na jó, mindegy. megnyugodj te is. Na hát nagyon nyugodt vagyok. Na de hogyha már a, szarjátékkal szar, játékkal, szar szezon produkáló csapatokról beszélünk, akkor még a Rómáról egy pár gondolatot. Én, én, nagyon erős párhuzamot látok egyébként a Róma és a Juventus között. Um, és, annyival súlyosabb a Rómánál a helyzet, hogy ott még ilyen közegidegen is ez az egész, ami most történik. Viszont ugye ők is az FFP miatt, ugyanúgy, ahogy a Juventus, megvan van kötve a kezük, nem fog nagyon változni a Róma, kb. ez fog történni. Lehet várható-e, hogy bármi javulni fog a tavalyihoz képest, ami hát elvárás lenne, mert a tavalyi az nem volt nagyon jó. De <laughs> továbbra is úgy tűnik, hogy eléggé Dibala függő lesz ez a, ez a, Róma. Hogyha ő jó játszik, és nem sérült, akkor, és hogyha Bellotti végre eltállja a kaput, ugye beszéltük itt adás előtt, hogy 31 bajnokin nulla, azaz nulla gól tudott hozni, ami hát förtelmes teljesítmény. Ha, De mondjuk, ha ötlet van, az is fört, ugyanilyen förtelmes. Tehát, tehát azért ő annál sokkal jobb csatár. Még akkor is, hogyha szerintem De azért, sokkal jobb csatár annál? Hát szerintem egy 10-15 gól benne van. Pedig más kérdés, hogy van egy Torino, ahol mindenki alád játszik. És ott is csak egy igazán kiemelkedően jó szezonod van, a többi az van köztük, ami elmegy. De ne, szerintem be, te nem egy 10-15 gólos csatár, szerint. Mondjuk ezt az olasz válogatottban azért szokta bizonyítani, sajnos igen, hogy, <laughs> hogy, 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 lehet, hogy többet képzelek, vagy képzelünk belé, mint, a, mint amit. De ugye most, 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 mutatnia kell valamit, mert Tebi ilyen Emrehem térde borzalmas állapotban volt, és gondolom mű műtét és hosszú kihagyás. És hát valami csatárt sürgősen szereznie kell Murignyónak. Igen. Egyébként, amikor emlegette a Juventus pont, teszem hogy hogy néz neki a Juve Murignyóval, és a Róma Allegrivel. Figyelj, szerintem <coughs> semmi különbség nem lenne. Sőt, hogyha ilyen maszkot vennének föl, nem is tűnne fel, hogy más. Ugye ez uh, már azért Haj az ember sokszor, hogy az olasz foci, és hogy a hagyományokhoz hogy ragaszkodnak, és a védekezésünk. De nézzük meg, a legsikeresebb olasz edzők már ilyenek. Egyikük se. Decerbi azért nem ezért szerepel a kívánság listáján 200 multimilliárdos csapatnak. Ancelotti sem erről, erről, a legnevezetesebb, vagy akár hogy a tavalyi szezonban nézzük Inzágit ez egy kicsit hibridebb dolog, de az old school olasz futballt, ez gyakorlatilag Mourinho és Allegri viszi a szériában. Még is a toronál, de kb. itt vége is. Ez az összes többi az már egész más csinál. Jó, de látod, a, a akármennyire néztetlen, meg szerintem az a, az a Budapesti Európa Liga döntés egy nagyon rossz reklámja volt a, a kicsit a Rómának is, hogy nyilván a, tehát az, hogy ez a minden, mindig lerohanjuk a bírót, mindig nagyon teatrálisan, Igen. Uh, reklamálunk minden nagyon nem volt szimpatikus szerintem annak ellenére, hogy a Rómát egy tök jó csapatnak, vagy klubnak, vagy tartom. Igen, de, hogy, de hogy szerintem ez is olyan kicsit ez a, ez a Murignyó, uh, narratíva, hogy, hogy valószínűleg ezeket a dolgokat, és ezt a fajta mondok valamit, aztán utána tök más lesz a pályán, de minden hónapban mondok egy kis, odadom a gumicsontot a szurkolóknak is meg. Tehát ez amit csak ő tud megcsinálni, nem? Tehát, hogy bárki más, mondjuk Rudi Gácsiával lett volna ilyen a Róma, vagy lehet, hogy ilyen is volt, de hogy őt ugye kirúgták meg, róla amit mi, mire emlékezünk. Mourinho meg ugye most fel tud mutatni egy megnyert és egy elvesztett kupadöntőt. A bajnokságban olyanok voltak, amilyenek, hát nagyon jók voltak a pontrugásaik, meg, meg <tosz> ráment. De most egyébként eladták kibányászt ezt, úgyhogy végre, végre kicsit, kicsi szimpatikusabb lesz ez a Róma. Azt lehetett, hogy a lehet Igen, igen, ez, zseniális volt. <laughs> Elmorzsoltak egy köncsepet, hogy a, a dervik legfontosabb szereplője. Igen. Nem tudom, nekem kicsit azért jó egyébként nem az olasz bajnokság, vagy én azért is várom ezt a mostani idént is, mert nagyon sok ez a, ez a közhelyjel élve sötét ló, akit, akit, nem tudsz hova tenni, mert, mert nem tud eldönteni, hogy igazából a tavalyi szezonban azért voltak ilyenek, mert hogy mint a júvénál erre kényszerültek, hogy látták, hogy van egy keret, és akkor hát ha eredményt akarunk, akkor legyen a, legyenek a jó kis sarabolós egy nullák, aztán oké. Okay. És aztán most van egy nyár, semmi nem történt igazából, alig igazolt pár klub, de hogy nem lesz VB, tehát már ez a speciális szezont ezt kivehetjük így a, így a, a kirakatból. Júvénak nem lesz mondjuk nemzetközi kupa szereplés, ami gondolom azért nem hátrány a bajnokság szempontjából és akkor ott egy Láció, amelyik vékonyka, ott egy Milán, amelyik tele van új játékosokkal, és egy elég, Bakrepülés. elég bitang, BL csoportba került, és ki lesz az, aki tud így, így potyázni ezekből a, ezekből a többi csoport botlásaiból. Szóval. És mondjuk beszéljük, beszélhetünk akár arról is, hogy visszajön ugye a Genova, aki mindig ö, mindenkit megszorongat hazai pályán. Egy, nagyon várom, vagy nagyon szurkolok ranieri hogy 71 évesen mit fog virítani a, a Kályárival. Fiorentina. Uh, Fiorentina, aki, aki, nem tűnik rossznak. Most nagyon jó lenne egy debecen, Fiorentina, nem megnézni őket, hogy mit tudnak így élesbe. Hát... jó, nyilván legyen legy, ja, az nem, akar, nem, akarom. Ez a Torino is halál simán lépte le a Lokit. Meg most nem láttam ezt a Bécsi meccset, de az egyforduló előtte láttam ezt a Lokit. Fú, hát az valami Na, ja, Ahhoz képest volt. elég, elég jó Igen? szintet mentek a rapid de lehet, hogy csak a Bécsiekbe képzeltünk többet. Na, hát, hogy... nem tudom, nekem azt tűnt, azt tűnt fel, és ez már neve sokat mond egy csapatra, hogy akkor történt valami, hogy a Zsuzsáknál volt a labda. Na az azért már nemzetközi szinten azt nem ár, hogy, mer. Hogy, hogy, attól függ, hogy Zsuzsák <coughs> Balázs mit csinál. Na, ez jó nagy kanyar volt, de jó lesz végszónak is. Bazi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, és ha haj, hajrá. Hamarosan találkozunk. <coughs>